Egy fiatalember 1970-ben megszerzi gépészmérnöki diplomáját az Oregoni Műszaki Egyetemen. Ez egy tényleg ezermester fiatalember, aki vonzódik a barkácsoláshoz, szereléshez, igazi műszaki zseni, de emellett rendkívül érdeklődik a különböző tájak, különböző világok kultúrái iránt. Olyannyira, hogy 1975-ben feleségével egy európai vakációra indul. Nyilván így lehet leginkább megismerni különböző világok, különböző kultúrák szokásait. Amikor átérkeznek az öreg kontinensre, Európába, szembesülnek azzal, hogy a tömegközlekedés a nyelvi nehézségek miatt borzasztóan körülményes, ezért autót bérelnek, egy viharvert Fiatot, és ezzel utazzák körbe Európát. 1975-ről beszélünk, srácok, 1975 és 83-85 között azért arról szóltak ezek a nyaralások nálunk is, meg a világon mindenhol, hogy állandóan bütykölni kellett valamit. Csöpög a csap, lötyögnek a zárak, folyik a radiátor, és az autót is állandóan bütykölni kellett. Ez az úriember nem nagyon ilyet meg ezektől a feladatoktól, nála volt a sokat próbált svájci bicska, és próbált mindent megszerelni. De a vakáció, a kintlét, az európai ott tartózkodás alatt rájött arra, hogy a svájci bicska bizony ehhez kevés. Egy kicsivel többre lenne szükség, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy kombinált fogó benne szerepeljen ebben a svájci bicskában. Hazaérkezve tervező asztalhoz ült, és úgy számolta, hogy durván egy hónap alatt megalkotja az általa megálmodott tökéletes eszközt. Nos, ez valójában 3 évébe telt az úriembernek, mire szabadalmaztatni tudta, és ezután következett 3,5 év teljes kudarc és sikertelenség, mert bárhová küldte el a szabadalmát, és a prototípus mindenhonnan visszadobták. Kudarc kudarcot ért, elutasítás elutasítást, míg végül találkozott egyetemi barátjával, Steve Berlinnel, és 1983-ban tető alá hozták az első sikeres megrendelésüket a kabelához, 500 darabot rendeltek ennek az úriembernek a szabadalmazott eszközéből. És ez a mozzanat volt az, ami ezt a céget, ami ezt a terméket, ami ezt az embert felhelyezte a térképre, és végleg ott is tartotta. Ez az úriember Tim Lederman volt. A cég, ami 83-ban megalapult, a Lederman Tool Group volt, és igen, ebben a videóban a Ledermannel, pontosabban a Lederman szignállal fogunk foglalkozni. Tengermések, szeretettel és meg annyi tisztelettel köszöntök mindenkit az MKP MKK, a Magyar Késes Közösség YouTube csatornáján. Mint a felvezetőben láthatátok, a multitool csodálatos világába fogunk beutazni, és kikacsintást teszünk elég sok irányba, mert ez egy tényleg nagyon érdekes téma. Ez az az eszköz, ami a mai modern LDC-t teljes egészében megreformálta, megújította, és új definíciót adott a mindennapok spontán problémáira felkészülő embernek. Valahogy így. De a multitool története nem Tim Ledermannal, nem 83-ban, pontosabban 75-ben kezdődik, hanem jóval előbb. Krisztus után 2-300-ban találták meg, oda datálják az első komoly hiteles leletet, ami a római birodalomhoz köthető, itt a képen is láthatjátok. Ez az eszköz teljes egészében ezüstből készült, kivétel a penge, ezért is maradt fenn ilyen nagyszerű állapotban, és restaurálás után, ha megnézitek, akkor nagyon-nagyon úgy néz ki, mint egy modern svájci bicska és egy kanálgép hibridje. Tehát ez már azért nevezhető biztos pontnak. Természetesen hasonló leletek a történelem folyamán időtől és helytől teljesen randomizálva bukkantak fel. Ez nem meglepő dolog, hiszen a tervezési konvergencia, tudjátok, nagyon erős volt ebben az időszakban, és a hódítások alkalmával a kultúrák is keveredtek tájegységektől függetlenül. A következő fontos állomás az 1800-as évek vége. Két svájci cég, a Victorinox és a Wenger, nagyon komoly rivalizálást folytattak egymással. 1886-ban a Victorinox elkezdett összecsukható svájci késeket, zsebkéseket gyártani a svájci hadsereg számára. A történet ott kezd pikánssá válni, hogy 1889-ben új puska került rendszeresítésre a svájci hadseregnél, amihez csavarhúzó készlet is kellett, és Karl Elsener arra gondolt egy merészet, hogy ezt a csavarhúzó készletet beépíti ebbe az összecsukható bicskába. Ez nagyon fontos dolog volt, hiszen a katonáknál ugye nagyon fontos szemlélet az LDC szemlélet, minél kisebb, kompaktabbnak kell lenni a felszerelésnek, hogy könnyebben tudjon vele mozogni, nem vihet magával ugye komoly szerszámkészleteket. Természetesen a Wenger is nekiállt ennek a dolognak, és még jobban kiéleződött a harc a két cég között. A svájci hadsereg ezt úgy próbálta meg valamilyen szinten normalizálni, csillapítani, hogy konkrétan mind a kettőjüknek adott megbízást és rendelést svájci ilyen összecsukható bicskák gyártására. 1891-ben Karl Elsener szabadalmaztatja a hivatalos svájci bicskát, a hivatalos svájci tiszti és sportkést.
Konkrétan így néz ki ez a történet, és innentől kezdve folytatódott a rivalizáció, addig, amíg 1983-ban Tim Lederman felpingelte a térképre a maga kis cégét, és átvette a multitoolok egyeduralmát. Egy teljesen új szegmens kezdett el, és a svájci bicska megmaradt svájci bicskának. Aztán ennek a történetnek 2005-ben vége szakadt, hiszen 4 évvel a szeptember 11-i terrortámadások után az új, a megújuló és szigorúbb repülőtéri szabályzatoknak köszönhetően már nem nagyon lehetett magaddal cipelni a svájci bicskákat, ezért a forgalmazás olyan szinten visszaesett, hogy a Wenger 2005-ben bedobta a kulcsot és a Victorinox megvette. Addig egyébként a svájci bicska hihetetlen történetet járt be, míg az űrben űrmissziók alkalmával is használták. Na de akkor a multitoolról is beszéljünk egy kicsit. Ahogy mondtam nektek, a multitool teljesen megreformálta az LDC szemléletet. Konkrétan Lederman ötlete zseniális és korszakalkotó volt. Ugyanis egy olyan kézben tartható szerszám egységet talált ki, amelyen rengeteg feladat elvégezhető. Viszont Ledermannek szembesülnie kellett azzal is, hogy bár ő műszaki ember révén ezt műszaki embereknek készítette, ő a különböző iparágakba szerette volna a multitoolokat elcsavarni, egyetlen egy dolgot nem tudott kiküszöbölni, azt, hogy a multitool sosem fog felérni teljesítményben és használhatóságban a kompresszerszám készletekkel, és cégek esetében ez nem igazán volt kedvező dolog. Tehát egy autószerelő műhelyben, vagy bárhol máshol, ami fizikai műhelyhez kötött foglalkozás volt, a multitoolnak nem volt létjogosultsága. Viszont voltak olyan foglalkozások, amelyek mobilak voltak, és itt működött a multitool. Tehát például a katonaságnál nagyon erőteljesen igénybe vették a multitool szolgáltatásokat, tehát a Ledermannek és más cégeknek is komoly, direkt fegyverekhez készülő multitool szerszámai vannak. Illetve Ledermannek is be kellett látnia, hogy a polgári civil felhasználás hatalmas szegmens, hatalmas piaci szegmens és nagyon nagy lehetőség, úgyhogy természetesen a Lederman itt is egyeduralmat szerzett. Olyannyira, srácok, hogy 83-as megalakulása óta viszont a Lederman folyamatosan fölfele megy, és a mai napig a világ első, a világ legismertebb multitoolja. Sok cég készít multitoolokat, de mind csak kapaszkodnak a Lederman után. Ez a szomorú igazság, ez van. Egyeduralma van Tim Ledermannek. Történelmet írt ez a fickó. Viszont az is igaz, hogy ahány ember annyi szokás, tehát nem volt elég egy adott multitool sablont követni, hiszen minden embernek más és más funkciókra van szüksége, ráadásul vannak olyan szegmensek, ahol a multitoolnak ugye funkcionálnia kell. Ilyen például az outdoor is, ugye mindjárt majd rátérünk a szignálra. A multitoolok esetében az volt a zseniális, hogy az LDC szempont 3 fő szabályát viszonylag össze tudta hozni egész picire. Kompaktitás, funkcionalitás és használhatóság. Ugye ezeknek az együttállása adja meg egy LDC szerszámnak a sikerét, illetve magát a lényegét. Fontos a funkcionalitás. Mennyi funkciót tudsz beletenni egy ilyen multitoolba, hiszen minél több funkció van benne, annál több mindenre tudod használni az eszközt. Fontos a használhatóság, hiszen hogyha nem tudod használni, akkor hiába van benne 1000 funkció, maximum húzza a zsebed. És a kompaktitás is fontos, hiszen az LDC pont arról szól, hogy jössz-mész, minden nap nálad van, és ne legyen probléma az, hogy húzza a zsebed, vagy egy táskát kell magaddal cipelni. Igen ám, csak hogy ezek a tényezők egy bizonyos idő után keresztezik egymást, úgymond ütik egymást. Egymás után egy ideig nagyon jól működnek, aztán kiszorítják egymást. Tehát minél több funkciót teszel bele egy eszközbe, az annál kevésbé lesz jól használható, hiszen nem lesz annyira komfortos, és a kompaktitásából is veszít, mert annál nagyobb lesz. Minél kompaktabb egy eszköz, annál kevesebb funkció fér bele, hiszen kicsi, vagy ha bele is fér, akkor nem használható, és annál kevésbé használható. És minél jobban használható egy ilyen multitool, nyilván annál kevésbé lesz kompaktabb, és annál kevesebb funkció is lesz benne, hiszen a funkcióknak betonbiztosan benne kell lenni. És a multitoolok valahol ezen szegmensek ügyes tiritoli játékában mozognak. Itt lehet megtalálni azokat a dolgokat, amelyekkel az ember kiválasztja a magának megfelelőt. Bár ebben a videóban, hogy kihangsúlyoztuk, a Lederman a főszereplő, 3 multitoolt hoztam el, pontosan azért, mert ez a 3 multitool elég jól prezentálja a 3 fő paraméternek a kihangsúlyozását külön-külön. Ezek közül 2 már nagyon régóta használok, ezek közül is az első, amit be fogok nektek mutatni, a Sognak a multitoolja. A Sogról egyébként már csináltam nektek bemutató videót, történeti videót, azt meg tudjátok tekinteni. Oké, ez a 3 közül a lehető legkisebb és legkönnyebb multitool egyébként, és ez az, ami igazán a napi átlagember LDC felhasználásnak felel meg. Először is kompakt.
Tehát nagyon kicsi, nagyon könnyű, rozsdamentes acélból készül benne minden. Másodszorban rengeteg funkciót tart magában ez az eszköz. Nagyon-nagyon sok funkciót tart magában. Ugye ez a bizonyos áttétes fogaskerékrendszer, amit láthattok, ami benne van, nagyon könnyű nyitást tesz lehetővé a szognál, olyannyira, hogyha egy kicsit jártasak az emberek ebben a bicska kicsapásban, akkor konkrétan egy kézzel ki tudod nyitni magát a kombinált fogóját ugye az eszköznek. Mint mondottam, nagyon sok funkciót tettek bele ebbe az eszközbe, tehát a három multitool közül messze talán a legtöbb funkcióval bír, viszont ennek megvannak a hátulütői is. Először is ez a hagyományos szog technológia. Tudjátok, szog, akkor lötyög. Valami lötyög benne. Nagyon szépen, nagyon könnyedén kinyitható és használható, viszonylag jó testes erőt tudsz kifejteni velé, és a multitoolok között aránylag még kényelmes is. Igaz, ezek az élesebb szélek, mondjuk egy ilyen feszítő vágó mozdulatoknál, vagy a kés használatánál, természetesen azért egy idő után igencsak megterhelik a kezedet. Egyébként van benne egy ilyen kis, hát meg kell kivenni, aha, majd sikerülni fog. Van benne egy ilyen kis pici lapos csavarhúzó is, meg van benne egy beépített Philips csavarhúzó is. Ez mondjuk szemüvegeknél nagyon jól tud működni, vagy csavarozható mobil hátlapoknál, egyéb hasonló műszaki dolgoknál. És természetesen, magáról a késről is beszélgessünk, ami benne van. Körömakasztásos réccel nyílik ki ez a kis penge, mint láthatjátok. Ez azt hiszem, hogy most vagy 5CR15 MOV, vagy 7CR17 MOV-ről beszélgetünk. Természetesen mechanikus zárrendszer zárja mindegyiket, ám ezek az eszközök stabilitásukban messze elmaradnak egyébként a másik két multitooltól, tehát ez tényleg egy mindennapi embernek a mindennapi feladatokra való eszköz. Az egykezes nyitás bár megoldható, mint a képen is láthatjátok, de annyira szerencsétlen módon, hogy konkrétan az érre helyezve tudjátok befejezni az egykezes nyitást, tehát ezt nem javaslom senkinek. Öfklipsz van rajta, ami átszerelhető, tehát konkrétan zsebbe tehető, zsebre rakható, vagy hevederre bújtatható dologról van szó, illetve szerezhettek hozzá egyébként börtokot is. A kis tömeg ellenére van neki egy zseniális funkciója, nevezetesen a kombinált fogónak a pofa végek közé van beépítve ez a bitfoglalat, mágneses. Ez is semmilyen funkcionális helyet nem foglal el az eszköztől, baromi stabil, és bármilyen bitkészletet tudsz hozzá használni, teljesen mindegy, a felvételen két különböző 10 mm-es eltérések vannak közöttük, lehet használni, és tökéletesen jól működik, kis helyre be tudsz vele nyúlni, és nagyon-nagyon stabilan tudod használni. Ez egy nagyon-nagyon jó pont, ezt a másik két eszköz nem tudja, a SOG azt tudja. Viszont amiért elhoztam nektek, az pont az, hogy felsoroljam, hogy ez a rengeteg sok funkció, ami benne van a szokba, sajnos a kompaktitás és a sok funkció a használhatóság rovására megy. Ugyanis az eszköznek az anyagminősége a másik kettőtől jócskán elmarad. Ezt a vágott esznél láthatjátok is, hogy ezt a kicsi strapásabb zsinort el sem tudtam vágni vele. Nem csak azért, mert nem volt éles, vagy nem volt annyira erős az éle, hanem mikor ki volt nyitva a bicska, ez, látjátok, eleve nyílik vele minden funkció nagyon könnyen, mikor ki volt nyitva a bicska és beakadt, egész egyszerűen nagy hajt a nagy nyomás hatására, így képes továbbhajolni a bicska. Ez mondjuk ilyen átlag csomagnyitásnál, étkezésnél nem fog jelentkezni, de egy keményebb igénybevételnél már igen. A másik fontos dolog, hogy található rajta vonalzó skála inchben és centiméterben is, és ez végig megy az egész eszközön, de mivel benne van maga a harapófogó rész, nem igazán tudsz vele pontosan mérni. Tehát rajta van ez, de nagyon nehézkes, sőt, még szögmérőt is kapsz, ami egyébként nagyon jó, és nem kopik ez a fekete el, ami bele van rakva, tehát még szögmérővel is tudsz dolgozni, de ez is nagyon... Szóval körülményes használni. Nem tudsz vele túl pontosan dolgozni, inkább ilyen viszonyításnak való, sőt, magán az Öfklipszen is van egy ilyen egyincses, 2,5 centis vonalzó skála, amit ha átraksz, akkor tudsz használni. A lényeg az, hogy nagyon sok funkció található ebben a SOG eszközben, tényleg sok, és némelyik meglepően jól működik, például ez a bitbefogó. Mondom, egyébként Philips csavarhúzó külön található az eszközön, és meglehetősen erős ez a Philips csavarhúzó, bár azért a lötyögés, mint SOG megvan. Egész tűrhető és nem nagyon roncsolódik el a széle, de a bitbefogó szenzációs rajta, és nagyon kompakt, nagyon kicsi eszköz. Tehát ezt tudja akkor egy multitool, a legtöbb esetben, ha ugye a kompaktitásra törekednek. Kicsi lesz, könnyű, kényelmesen tudod hordani zsebben bárhol, zsebre, övre felfüggesztve bárhol, viszont a használhatóság és a funkcionalitás, pláne hogyha a funkcionalitást ennyire túltolják, mint ez a SOG, akkor
akkor meg fogja sinleni a használat. Egyébként ez az áttétes fogaskerekes rendszer bivaly erős szorítást eredményez magának az eszköznek. Nagyon berohadt csavarokat is le tudtam vele szedni, tehát használtam én azért ezt az eszközt. A drótvágó, kábelvágó pofák azonban keménységben nekem elmaradnak az elvártól. A következő eszköz, amiről beszélni fogok, az egyik személyes kedvencem, a felvezetőben is említett Victorinox. Neki is van multitoolja, ez a Swiss Tool. Ezt az eszközt a Késekoloktól kaptam még annó, már nem kapható náló kínálatban. Én úgy fogalmaznék, hogy ez az eszköz a multitooloknak a Rolls-Royce-a, a Bentley-e, a luxus. Srácok, 2 éve használom ezt az eszközt. 2 éve. Lötyögés nulla, semmi. Minden, ami az eszközön található, minden 420 HC acélból készült, az utolsó csavarhúzóig minden. Ez az eszköz a 3 közül a legnagyobb és a legnehezebb, és semmiféle zsebklipsz nem található rajta, ergo csak a tokjában tudod hordani, vagy zsebbe süllyesztve. Viszonylag kevés funkció van benne, és mindenhez nagyjából 2 kézre van szükség, tényleg 2 kézre van szükség, viszont a funkciók, amik benne vannak, azok brutálisan erősen használhatóak. Ez az eszköz egyértelműen műszaki embereknek készült, olyan embereknek, akiknek a munkavégzése mobil, de szüksége van a zsebében egy megbízható szerszámra, aminek teljesítménye van. Kétkezesen nyílik ki ugye a kombinált fogó. Ezt az eszközt én használtam lakásfelújításnál, autószerelésnél, kertfelújításnál, sőt, amikor kertfelújításokkal foglalkoztunk, akkor ez aktívan nálam volt. Tehát a földben vágtam el vele a különböző ugye, gyökérlabdáknak az összekötözését, kerítést építettem vele, drótoztam, villanyszerelést csináltam, kipufogónak a gumibakját vágtam le, csavaroztuk föl, drótoztuk föl. Nézzétek meg azt, hogy 2 év után hogy záródik. Ez a minőség. Ez a minőség. Ezt az eszközt konkrétan nem tudtam tönkretenni, és nem tudtam, egyáltalán nem tudtam leamortizálni. Nézzétek meg a közeli felvételeket, hajszálkarcokon kívül még a rajta lévő festés sem kopott meg, pedig ez az esőben, a sárban, az agyagban fürdött ez a multitool. Eszméletlen durva. Eszméletlen durva. A Victorinox csúcsra járatta a megbízhatóságot és a használhatóságot. Ennek viszont van olyan hátránya, hogy minden körömakasztóval nyílik, és minden kétkezes. Egykezesen nem tudod használni ezt az eszközt, esélytelen, és most, hogy levágtam a köröm, kétkezés kibaszott nehéz. Minden egy ilyen axis lock rendszerrel működik, axis lock rendszerrel nyílik és záródik, ezáltal a betonszilárd. 2 pengét találunk rajta, külön van rajta a sima normál bicska penge, és külön van rajta egy ilyen fogazott, hullámozott penge, amik egyébként heveder vágásokkal, meg zöldség, kenyér, ételfeldolgozáskor jobban teljesnek, mint a sima normál penge. A vágó teljesítményre semmilyen panaszom nincsen, láthatjátok a videó felvételt. Konkrétan a slagot, a fagyott slagot és ezt az öntöző rendszert, ami egy ilyen nagyon masszív műanyagból van, ezt általában fixpengés késsel kell tudom nagy erőkifejtésre elvágni, semmit nem jelentett számára, semmit. Nincs rajta semmiféle bitbefogási lehetőség. Ehhez külön kell venni ilyen bitbefogót, amit a tokhoz lehet rakni. Viszont a benne lévő Philips csavarhúzó, ugye ez is 420 HC acélból van kőkeményre hőkezelve, ez brutális. Ezzel már tudok berohadt olyan csavarokat is kiszedni, amit a másik 2 multitoollal nem tudtam, mindenféle sérülés nélkül. Ami fontos és rohadtul tetszik nekem, hogy bármit nyitok ki az eszközön, a többi eszköz mindvégig a helyén marad. Tökéletesen működik. Mondom még ezt úgy nektek még egyszer, hogy ez ugye 2 év távlatában, 2 év aktív kemény használat távlatában mondom ezeket a dolgokat. És akkor ugye a hatalmas plusz, amit el akartam mondani ezzel kapcsolatban, a Victorinoxon is található centiméter skála, és ezt egész egyszerűen a kialakításának köszönhetően ilyen fantasztikusan tudom használni. Van rajta egy 23 centis centiméter skála és egyenek megfelelő inch skála. És mivel ez egy összefüggő egyenes felület, ezt baromira tudtam használni, ezt a vonalzót. Nagyon sokszor használtam, zseniális, így kell kialakítani. Faragásra egyébként nekem a bicska pengé egy picit talán vékony, és egy kicsit az élszög is keskeny. Ettől függetlenül megbirkózott a faragásokkal, ételfeldolgozásokkal. Igaz, faragások alkalmával ez is kellemetlenni válik. Tehát ezek a markolatok nem vetekednek egy késmarkolatával.
A Victorinox tökéletesen élő példája annak, amikor a használhatóságot, a funkcionalitás és a kompaktitás elé helyezte egy cég. Ez valóban egy műszaki embernek készülő, elnyűhetetlen prémium minőségű multitool. Ha valaki megengedheti magának, ez is ilyen 61-néhány ezer magasságában mozog, tehát nem olcsó eszközről van szó, ha valaki megengedheti magának, nyugodtan nyúljon bele, mert ebben nem fog csalódni. Viszont a mindennapi kódorgásra, hordásra ez az eszköz véleményem szerint egy kicsit nagy, otromba és nehéz. Tehát ez azért húzza a zsebedet rendesen, pláne egy melegítőt, ezt ha a telefon mellé teszed, azért megrecsenti ezeket az ultra, hiper, modern kijelzőket pillanatok alatt, és ugye a Zöfclips ez nagyon nagy hiány, hogy nincsen rajta, tehát ezt csak tokkal együtt tudod hordani. Egyébként nem cserélhető, tehát szegecselt rendszerrel van megoldva, viszont élettartam garanciát ad rá a Victorinox. Egyébként a SOG is élettartam garanciát ad, az ő esetükben ezt egy kicsit bátor dolognak érzem, a Victorinoxnál nem. A Victorinox szerintem, ahogy össze van rakva, ezt nem nagyon fogod tudni tönkretenni. Szóval ez volt a 2. számú versenyzőnk. És akkor elérkeztünk a mai főszereplőnkhöz. A Leathermanhez, a Leatherman szignálhoz. Miért ezt az eszközt választottam, miért ezt az eszközt kértem Attilától? Azért, mert mindennapi EDC eszközöm már van, ugye ott a SOG, ami nekem tökéletesen elég arra, hogy kinyissak egy levelet, vagy felvágjak egy kolbászt, ha megállok valahol egy hentesnél mondjuk kolbászt mustára lenni, kenyérre, hú, de jó is az. Aktív komoly szereléseknél egyértelműen a Victorinoxot használom, viszont kellett nekem az outdoor szegmensbe is, egy használható és átgondolt multitool. És ha hiszitek, ha nem, a Signál az ez. Persze, amikor a Signálnak ugye kijött, amikor a Signál premiéren volt és debütált, akkor az outdoor közösség nem fogadta kitörő örömmel ezt az eszközt. A rajta lévő funkciókat, hát úgy lehúztuk, legyünk őszinték. Mert hogy ez azért ez nem jó, de senki nem értette meg, hogy ez nem elsődleges eszköz itt sem, hanem szükséghelyzet. Na de akkor menjünk is végig, ne rohanjunk annyira. Az első nagyon fontos dolog, hát baromi future, ahogy kinéz, nagyon tetszik. Ezen is található Earthclips, ami átszerelhető akár a másik oldalra is. Egyébként ez szétszerelhető, ez a rész, mert hát ugye a penge meg a fűrész is cserélhető ezen az eszközön, méghozzá Torx csavarokkal. Szóval a zsebclips is áthelyezhető, és a zsebclipsnek köszönhetően lehet ugye ugyanúgy zsebben, hevederben hordani, de nagyon jó minőségű ilyen tok is van hozzá, amit nadrág szíve fel lehet tenni, én ezt szoktam hordani. Első hatalmas pozitívum, hogy ez az első multitool a kezemben, amin teljes értékű bicskát találok. Ergo egy kézzel nyitható, biztonságosan, liner lockkal van megoldva. Elég vastag, majdnem 3 mm vastag. Hát igen, félszerált fogazásos pengéről van szó, tehát a belső harmad az ugye szerált fogazása van megoldva. Én ezt annyira nem szeretem egyébként, de elmondom, hogy mindjárt, hogy miért van létjogosultsága. Egy kézzel nyitható, használható, ez szerintem egy multitool esetében nem egy rossz gondolat, hiszen alapvetően a kés funkciót használjuk belőle legtöbbször, a többi a váratlan helyzetekre van, de ez az, amit legtöbbször előveszünk. Ez az eszköz tökéletesen alkalmas faragásokra, igaz, először bénáztam vele, nagyon csúnyán, de aztán később egészen pofás tollaságokat le tudtam vele modellezni. Fűrész. Található benne fűrész, igen, ez található egyébként a Victorinoxban is. Össze is vetettem a két fűrészt, ez is egyébként liner lockosan záródik. És ez egy picivel vékonyabb fűrész. A Victorinoxnak legendásak a fűrészei, főleg a bicskában, de srácok, nekem ez a fűrész, még rajta van a szikravetőből maradt korom, ez a fűrész nekem hatékonyabb volt. Hozzáteszem, ezek a fűrészek, gyerekek, tehát ez ilyen, amit ezzel elfűrészelsz, azt el is töröd. Ezt igazából inkább olyan dolgokra tudnám alkalmazni, ezt a fűrészt, hogyha a sátort szöveket akarsz magadnak kint készíteni, akkor ezzel egyenes felületet tudsz csinálni, amit az eszköz végén lévő kalapács rendszerrel be tudsz verni egy viszonylag lazább, egy picit talán keményebb talajba, de egy fagyott talajt már mondjuk nem ezt használnám, hanem ugye a baltát. De ettől függetlenül működőképes dolog. Egyébként ez a kalapács rész, ez egy üvegnyitót vagy palasznyitót is rejt magába, illetve egy bitbefogó helyet két méretben. Nagyon fontos hátrány a SOG-hoz képest, hogy ez viszont csak a Leatherman által akkreditált biteket tudja befogni rendesen, a többi lötyög benne. Még ugye a SOG által kitalált rendszer az teljesen jó, mindent be tud fogni, ez nagyon-nagyon méret specifikus.
Az eszköz oldalán található egy pici gyémánt élező. Ez konkrétan úgy van kialakítva, hogy a kis pengénket tudjuk karban tartani szárazon tábori körülmények között, tehát nem kell olaj meg víz hozzá, és ez az ív, ami benne van, a szerátnak az élezésére alkalmas. Pici, tehát ezzel nyilván, mert láttam ilyet is, hogy hát ezzel nem tudom megélezni a késem. Ezt az eszközhöz adták, a multitool eszközhöz. Tehát ezek az funkciók a multitool eszközhöz vannak, egy nagyon érdekes kis kipattintással működik. Ezen felül van benne egy ilyen biztosító pöcök még itt a kalapásnál, ami nem engedi, hogy az eszköz kinyíljon, csak ha ezt kitolod, onnantól kezdve tudod kihajtani magát az eszközt. Ez a kés használatnál, fűrész használatnál egy nagyon-nagyon jó funkció, mert itt sokkal kényelmesebb, hogy nem kezd el mozogni, csúszkálni az eszköz. Oké, hát akkor nyissuk ki és nézzük meg a belső funkciókat. Ha kinyitjuk az eszközt, előkerül ez a legendás kombinált fogó, ami Lederman nagyszüleménye volt. Természetesen 420 HC-ból készült maga a késnek a pengéje. A befogó pufák, amik cserélhetőek, tehát cserélhető befogó pufák vannak, viszont 154 CM acélból készültek, tehát durván prémium acélból, és félelmetes a drótvágó része ennek a késnek. Tényleg félelmetes. A belső részen található ez az úgynevezett szikrevető és vészeseti síp, mint láthatjátok. Elég hangos. Ez egyébként nem egy rossz gondolat ez a síp. Sokan kinevetik, de amikor este vagy bárhol olyan helyen vagy és valaki eltűnik, a síp alkalmas arra, hogy megtaláljanak. Szikrevető. Hát nekem elég komoly kétségeim voltak ezzel a szikrevetővel, de srácok, ez a szikrevető, ez alázza a Light My Fire szikrevetőt. Ez olyan durva, hát nem tudom nektek mondani. Amit láthattok a videón, ez egy ilyen félig meddig eső utáni nyers fáról van szó, és ezt is meg tudtam vele gyújtani. Nem kell teátrális mozdulat, rövid ott a szikrevető, és konkrétan, passz meg, mint egy sárkány, okádja a szikrát. Nagyon-nagyon durva szikrevető van benne, ügyesen van elhelyezve, szépen eltűnik. Ezek a funkciók outdoor közegben fontosak, mert ezzel az eszközzel képesek vagyunk egy nyásat megfaragni, tüzet rakni, sátorcöveket készíteni, nagyjából ez meríti ki egyébként ez a Survivor outdoor közeg. Ennek hátránya viszont, hogy viszonylag kevés másodlagos funkció kerül bele. Például ez a lyukasztó, ez az árazó, ez nem tudom miért van benne mindegyben, biztos nagyon fontos funkció, van benne még egy konzervnyitó, illetve egy ilyen lapos bit befogó fej, amiben kapunk is egy lapos csavarhúzót, meg egy Philips csavarhúzót, tehát alapból kapunk hozzá egyet, de ugye a kalapács részen van egy ilyen normál bit befogó pufa, tehát ez teljesen jól működik. Na most hátulütője ennek a dolognak, hogy mivel belülre kerülnek a funkciók, nem kívülre, mint a másik két multitoolon, ezért csak finyított állapotban tudjuk használni az eszközt, ezáltal egyrészt kicsit kényelmetlen fogni, egyébként faragásnál is ez a future kinézet megterheli a tenyeredet rendesen, és egy picit a stabilitásából is veszít. Nem sokat, de veszít. Egy pici holtjátéka azért ennek az eszköznek is van. Bevonat. Nem tudom pontosan most így fejből, ha utána nézek, én azt hiszem, hogy ez a bit, amit kapunk hozzá, ez is 420 HC, de a rajta lévő fekete bevonat, az konkrétan nagyon durván kopik. Tehát ez nem egy tartós bevonat, amit láthatunk rajta. Ez is egyébként ilyen kiakasztós rendszeren működik, mint a szogé, viszont jóval stabilabb. Ezek az eszközök rendesen stabilan tartanak. Ami még fontos, hogy a bicska liner részénél is lehet látni, hogy a szürke bevonat is kezd már kopogatni. Tehát ezek a bevonatok nem annyira tartósak egyébként. Maga ez az egész felületkezelés nem annyira tartós, mint mondjuk ugye a Victorinox esetében, hiszen mondom, ott még ez a piros festés, hogy Victorinox Swiss Tool, ez sem jött le róla két év alatt. Tömegében valahol a SOG és a Victorinox között helyezkedik el. Funkcionalitásában egyértelműen ő benne van a legkevesebb. Használhatóságban viszont jó. Tehát ez az eszköz outdoor közegben meglehetősen jól használható. A Ledermannél nagyon-nagyon ügyesen szem előtt tartották, hogy mi mindenre van szükség egy ilyen multitoolnál. Hogy a kompaktitás megmaradjon, hogy ne zavarjon minket, de mégis. Ezért aztán nagyon durván rágyúltak a pengére, ami mondom még egyszer cserélhető. A fűrésznek a méreteihez képest jó teljesítménye van. A szikrevető az, hát én nem tudom gyerekek, nem tudom miből van a Ledermannek a szikrevetője, de ha ezt az anyagot ki lehetne rakni normál szikrevetőbe,
ez szinte már baleset veszélyes, tehát csak hozzáérsz a pengével és okádja a szikrát. Nagyon komoly. És a síp is egész tűrhető benne. Az élezőt kipróbáltam, szerintem teszi a dolgát. Tehát funkcionalitásában rendben van, minőségében szerintem rendben van, és még a kompaktitás még szerintem azon a terepen van, hogy ezt nagyon-nagyon jól lehet használni. Számomra ez egy nagyon-nagyon jó eszköz. Én megmondom őszintén, ha kijövök ide erdőbe, én minden esetben ezt hordom magammal, a másik kettő az mondom, most polcra van száműzve. Egyébként ezek a funkciók, hogy benne vannak, tehát az egy csavarhúzó, ehhez lehet kapni egyébként, ez a lapos bithez különböző méretet, tehát ami neked mondjuk a leginkább fontos vagy szükséges, azt meg tudod rendelni és azt tudod magad mellé tenni, sőt lehet betenni egy ilyen bit, lapos bit készletet is, és akkor nagyon-nagyon sok funkcióval bővül ki maga a Leatherman szignál. Nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon jó kis eszköz, a bitbefogó fej szintén jó dolog, okos eszközök vannak benne összerakva, a mindennapi használatra egy átlag embernek tökéletesen elég, egy outdoor beállítottságú embernek meg szerintem maga a paradicsom. Ennek ellenére Magyarországon ugye tudom, hogy nagyon sokan a Leatherman Wave-et, meg a Search-et használják, nekem a szignál tökéletesen bejön, én nekem ez mind dizájnban, mind funkcióban maximálisan megfelel. Ahhoz azonban, hogy ti választatok, ahhoz gondoljátok át egyébként, nem árt, hogyha ismerősöknél meg tudjátok nézni, mert minden embernél másképp és másképp állnak össze a fontos funkciók. A végére pedig következzen a konklúzió, az epikus zárás. Srácok, most nem az eszközökről szeretnék értekezni, hanem magának ennek az eszköznek a megszületéséről, hogy milyen kevésen múlott az, hogy a multitool elterjedt a civil világban. Hogy egyáltalán elterjedt. Amikor valaki kést tervez magának, az egy nagyon fontos tapasztalatokon nyugvó egyéni evolúciós folyamat, hiszen az ember kitapasztalja, mire van szüksége, és szépen lassan ugye késbe álmodja, megálmodja, megtervezi a késkészítőt, és elkészül a saját késre. Nem kell megfelelnie senkinek, csak saját magának. Ám amikor az ember valamit piacra tervez, akkor nagyon sok szempontnak kell ütköztetni, és mindig bele kell harapni a saját ujjadba. A Holló 2 tervezésekor éreztem ezt először, hogy nem olyan könnyű. Milliméterek, vonalak, ívek, grammok döntenek arról, hogy működni fog a konstrukciód, vagy nem. Srácok, Tim Leatherman egy hónapot adott magának, még Európában csatangolva, a PST, a Packet Survival Tool, mert ugye ez volt a neve az eszköznek, itt láthatjátok is, a megtervezésére 3 évig tartott. Tudjátok, micsoda munka 3 évig tervezni valamit, hogy végül tökéletes legyen? Hányszor eszkábálta össze, hogy működjön, mire végre tudta szabadalmaztatni. És aztán 3,5 évig sorra mindenki elutasította ezt az eszközt, hiszen egy multitool nem képes kiváltani egy műhelyben végzendő munka teljesítményét. Nem fog soha vetekedni szerszám csavarhúzó villáskulcs készletekkel egy multitool. Éppen ezért Leatherman sorra kapta a bukást, a kudarcot, a sikertelenséget. Ez nagyon-nagyon megterhelhet egy embert. Gondoljatok csak bele, hogy 3,5 éve házal, hogy próbáljon valamit összehozni, szerintem már az asszony is rágta a fülét. Leatherman ennyire volt attól, hogy feladja az álmait. Aztán összefut a Steve Berlinnel, és a Cabela aláírt neki, miért ne legyen belőle 500, és ezzel, hogy ő ezt az 500 darabos rendelést leadta, és bejött a Cabela ezzel az egy döntésével, hogy tudod mit, én megadom neked. Felhelyezte a multitoolt, a Leathermant, Tim Leathermant a világ térképére, ahogy mondtam nektek. Ilyen kevésen múlik, hogy valamiből siker lesz, vagy örökre egy fiókban fog rohadni. Ugyanígy tudom nektek órás példát is mondani, a féllengő himba rendszer, amit az automata órákban láttok, tudjátok, ami felhúzza az automata órátokat. Ez John Harwood találta ki, a libikókázó gyerekei nézve jött rá arra, hogy ezzel energiát lehet nyerni, amivel lehet mozgatni az automata órákat, amik pontosabbak lesznek, mint a felhúzható mechanikus órák, és a Svájci Órás Szövetség féltékenységből elutasította John Harwoodnak ezt a szabadalmát, és Harwood bebaszta a fiókba. Sokkal-sokkal később vették elő, ma ez adja az automata órák lelkét. Kevésen múlik, és kevés olyan ember van a történelemben, aki olyat tesz le, ami aztán teljesen megreformálja az adott felhasználási kört. Tim Leatherman van ilyen ember. A multitool egy ilyen eszköz. És nektek már csak annyi a dolgotok, hogy mentek, és kiválasztjátok azt, amire nektek szükségetek van. Amennyiben a Leatherman szignált választjátok, akkor válasszátok, ha igazából tudjátok, hogy ezt akarjátok. Még annyi segítségetek is van, hogy a kések kolloknál 60 napig a Magyar Késes Közösség tagjai 10% kedvezménnyel kapják meg.
Jó? Srácok, ha tetszett nektek ez a videó, akkor jöhet a like, ha nem, akkor is. Iratkozzatok fel a csatornára, és gyertek, csatlakozzatok a Magyar Késes Közösséghez, hiszen a Discordon rengeteg sok minden van, illetve rengeteg kedvezmény már titeket, és nem sokára egy élménykovácsolós tábort is nyílbeütünk a Magyar Késes Közösség tagjainak. Addig is jó idő van, néha hideg, néha meleg, de mindenféleképpen túrázzatok sokat, vigyázzatok magatokra is, vigyázzatok a természetre is. Sziasztok!